szép volt, jó volt, talán igaz sem volt. A sortosok a tegnapi napon biztosan ezt a mondatot mondták el, és próbáltak fohászkodni, hogy további korrekciós hullám ne érjen véget, hiszen a piacok egyből felfelé menetbe kapcsoltak, és elég szép pluszokat láthattunk mind külföldön, mind idehaza. Azért ennyire nem rohannánk előre, hiszen az orosz-ukrán konfliktusnak közel sincs vége, és a következő napokban akár újabb negatív hírek is érkezhetnek, valamint a holnapi Fed kamatdöntő ülést sem szabad figyelmen kívül hagyni, ahol várhatóan újabb 10 milliárd dollárra csökken havi eszközvásárlási program. Itt is a piac talán már egy kicsit előre szaladt, hiszen egyes híresztelések szerint új célkövetést fog bevezetni jelen. Ebben még egyelőre mi nem hiszünk, de az elméleti lehetőség erre persze adott. A magyar piacról pedig az OTP-vel, illetve a Richterrel szeretnénk foglalkozni, hiszen mind a két papír jelentős emelkedést könyvelt el. Az OTP kapcsán az Alkotmánybíróság döntése tulajdonképpen egy iránymutatásra szolgál, és azt szűrhetjük le belőle, hogy a kormány a következő hónapokban akár módosításokkal a devizahiteleseket megmentheti. A hír első látszatra pozitívan értékelt a befektetők, azonban úgy gondoljuk, hogy hosszú távon inkább negatív hatása lehet a bankpapírra, hiszen egy 180-as svájci frank vagy 240 forintos euró melletti végtörlesztés azért komoly nyomást gyakorolhat még az eredményességre. A Richter kapcsán pedig tulajdonképpen egy sortzállási rallit láthatunk, illetve korán reggel jött még egy UBS fölmennyisítés, ami vételi ajánlást fogalmazott meg, és úgy gondoljuk, hogy az eddigi komoly esés után itt is talán már az értéket keresik a befektetők.